Különleges advent harmadik vasárnapja, örömvasárnapnak is hívják a keresztény hagyományban. Népszerű az Erasmus ösztöndíj, az ANK tanulói több európai országba is eljutottak már. A méhészekről és a méhészetről szólt a hétvége, először rendeztek Szent Ambrus napi fesztivált Pécsett. Középiskolások ajándéka a rászorulóknak, személyesen vitték el a cipős dobozokat a fiatalok a gyerekeknek. Köszöntöm a nézőket, Önök közéleti magazinunkat, a Központot látják. Tartsanak velünk! Hétvégén a harmadik gyertyát is meggyújtottuk az adventi koszorún, megkezdődött a karácsonyi várakozás utolsó hete. De mit jelent a három lila és az egy rózsaszín gyertya? Egy plébánost és gyerekeket kérdeztünk az ünnepről, az adventről és a testi-lelki készülődésről. Advent csöndesebb időszak, kevesebb orgonaszóval és virágdíszítéssel, lila miseruhával és hajnali szentmisékkel a rorátékkal. Ez alól a harmadik vasárnap a kivétel, amikor a lilát a rózsaszín váltja fel. De vajon a gyerekek hogyan készülnek karácsonyra, nekik mit jelent az advent? Az advent azt jelenti, hogy szeretetteljesen beszélgetünk a családdal, társasozunk. Mostanában zűrös, mert én zenélek, és ilyen 15 koncertem lesz még ezeken kívül, amiket eljátszottam. Én szoktam rajzokat készíteni, meg ugye én nekem van két testvérem, és ők is zenélnek, és szoktunk anyáiknak zenélni. Sok szeretetet fogok adni, és együtt lesz a család is, meg ilyenek. Te szoktál azért így rajzolni, vagy saját kezűleg ajándékot készíteni? Igen, szoktam rajzolni. Szüveket meg ehhez kapcsolódok. Én nagyon-nagyon várom már, úgy konkrét dolgot nem kértem, de azért nagyjából elmondtam szüleimnek, hogy mit szeretnék, és hát ismernek és tudják, de már nagyon-nagyon várom. Én szoktam rajzolgatni, meg rendben szoktam rakni, meg imádkozni szoktam. A római katolikus hagyományban az adventi koszorún három gyertya színe lila, egy pedig rózsaszín. A lila a bűnbánat, a megtérés színe, a rózsaszín pedig az örömé. A rózsaszín gyertyát a harmadik vasárnapon kell meggyújtani. Advent egy bőti időszak, éppen úgy, mint Nagybőjben, amikor az ember összeszedettebb, amikor visszafogottabb az étkezésben, az elcsendesedésben, az imádságban, és sok-sok mindent lehetne folytatni. Ha az ember komolyan készül ebbe az időszakban, akkor fönnáll az a veszély, hogy elfárad. És ugye már a harmadik hetet kezdjük el adventben, ilyenkor az ember már fáradni készül, és az egyház ilyenkor kicsiket feldobja, ha lehet így ezt a szót használni, az embereket, hogy ne fáradjanak bele. Ha azt mondom valakinek, hogy legyél jó, akkor ez olyan határtalan. Ha azt mondom, hogy két hétig legyél jól, két hétig könnyebb kitartani. Valahogy így szól, erről szól ez az örvendezésnek a vasárnapja is, hogy megtöri ezt a monoton készülődést, kicsikét feldobja, azzal, hogy rámutat arra, hogy nem kell túl sokat várni, és megérkezik Jézus. Éppen ezért a szín maga is jelzi, hogy rózsaszín gyertyát gyújtunk az adventi koszorunkon, a papnak a ruhája szokta jelezni, az is rózsaszín szokott lenni, a zene is másként szól, a templomot virágokkal is szabad díszíteni ezen a vasárnapon, valahogy kiszökkenteni ebből a monoton elfáradásból, elfáradásból, hogy legyen reményünk, erőnk tovább nézni. Az adventi koszorú otthonainkba varázsolja a várakozást, a meghittséget. Olyan kapocsa koszorú, mely se nem liturgikus, se nem profán. Összeköti otthonainkat templomainkkal. Több tucat diák jutott el külföldi tanulmányi utakra a pécsi Apáczai Csere János gimnáziumból az elmúlt években. Népszerűek az intézmény Erasmus programjai, mondták el stábunknak az iskola pedagógusai. A fiatalok többek között Németországban, Hollandiában, Spanyolországban és Olaszországban is jártak már, de Pécsre várják a külföldi diákokat is. Saját úti videóban foglalták össze élményeiket a pécsi Apáczai Csere János gimnázium fiataljai idén februárban.
Akkor a németországi Waltrobban jártak, az iskolában futó Erasmus Plus program keretében. Minden nap valami újat csináltunk, amit a végén egy nagy dologba összefűztek. Volt, hogy különböző workshopokba dolgoztunk, ez annyit tesz, hogy a különböző nemzetiségekből összeválogattak egy-egy csapatot. Kiváló angol tudás, jó felkészültség szükséges azokhoz a feladatokhoz, amiket a diákok a műhely munka során megoldanak ezeken a külföldi utakon. A workshopok fő témája a migráció. Kezdve onnan, hogy megvizsgáltuk azt, hogy a múltban milyen migrációs jelenségek voltak, a mi országainkban, Európán belül, megvizsgáltuk a jelenlegi tendenciákat, és gondolkoztunk azon is, hogy mi lesz a jövő. Én Spanyolországba mentem, azon belül egy Igualada nevű városba, ahol különböző országok bevándorlás történetével foglalkoztunk. Én személy szerint nem a Igualadában kaptam szállást, hanem egy közeli faluban. Egy családnál. Egy családnál, igen. És ott sokat túráztunk, gyönyörű volt a környék, és egy nap még a közeli Barcelonába is elmentünk. Más jellegű feladatok is várták őket, így például színészként is kipróbálhatták magukat. Mi Olaszországban jártunk, ezen belül pedig Campo San Pedroban, és a mi feladatunk az volt, hogy a hét során egy ilyen kisebb előadást hozzunk létre a csapattal. Ezt háromféle csoportban tehettük meg. Az első csoport volt a színészek, az énekesek, volt egy második csoport, amik ők a zenével foglalkoztak, és a harmadik csoport pedig dokumentálta az egész hét eseményeit. Mi ketten a színészek csapatában voltunk, és a további társaink pedig a zenét készítették el a darab alá. A találkozókon az Apácai Gimnázium tanulói képviselik Magyarországot, ahogy egy másik hasonló programban is, ami az iskolában indult. Angolul a címe Flipped Learning, ami azt jelenti, hogy ezeket a különböző új eszközöket hogyan tudjuk az oktatásban használni, például hogyan lehet robotokat az oktatásban használni, a különböző órákon milyen metodikákat lehet ezeknek a segítségével tenni. Ebbe kóstolt bele a 11-es Rajkai Zsófia, ő az olaszországi Veronában járt nemrég. Voltak ilyen kicsi távirányítók, és azon voltak gombok, és be kellett programozni, hogyha megnyomunk egy gombot, akkor mondjuk forogjon a kicsi robot, vagy hátrafele menjen, vagy vonalat kövessen. Nem csak az Erasmus Plus-os projektek kínálnak lehetőséget az itteni diákoknak a nyelvtanulásra és utazásra. 6 éve tart az iskola francia csereprogramja a Pécsi Janus Pannonius gimnáziummal karöltve. Egy éven belül egy teljes cserét megvalósítunk, tehát azt jelenti, hogy mi fogadunk 30 gyereket a két gimnázium összesen a tavasz folyamán, és mi pedig ősszel megyünk Aix-en-Provence-ba egy 9 napos utazásra. A 9 napos utazás során a diákok családoknál vannak elhelyezve, és ezért rá vannak kényszerítve tulajdonképpen a kommunikációra, az idegen nyelvi kommunikációra, ami elsősorban ugye a francia nyelvet jelenti. Nálunk a francia az második idegen nyelvként van, tehát heti 3 órát jelent alapból, de ez nem azt jelenti, hogy itt meg kell állni, mert nagyon sok diák van, aki ezt komolyan gondolja, és ezért vállal különböző többletórákat, felkészítéseket nyelvvizsgákra. Egy nyelvgyakorlásnak nagyon hatékony és hasznos, és tulajdonképpen azt tudom mondani, hogy szórakoztató módja külföldi diákokkal ismerkedni. Idén ugyanazért mentem el erre a programra, mint azelőtt, hogy nyelvet tanuljak és nyelvet gyakoroljak, emellett nagyon jó élményeim voltak, nagyon sok mindent láttunk Provence-ban. Először ugye Nizzába és Cannes-ba mentünk, amúgy két szép nagy város a francia rivérán, majd ugye ellátogattunk a családjainkhoz, akik fogadtak minket Aix-en-Provence-ba, azt a várost is megnéztük, ugye a Pécshez nagyon hasonló város. Törésvonalak. Ez már annak a programnak a címe, ami tovább színesíti a lehetőségek skáláját az Apácai Gimnáziumban. Itt a diákok történelmi-kulturális témájú utazásokon vehetnek részt 4 országban.
az 1908 és 1928 közti időszakot vizsgálja meg, milyen kulturális, politikai, történelmi változások valósultak meg ebben a közép-európai térségben. A fiatalok múzeumlátogatásokon vesznek részt, de fontos a közös munka is. Ez a projekt egy kreatív keretet ad ahhoz, hogy a gyerekek különböző országokból együtt tudjanak működni egymással, együtt tudjanak dolgozni különböző kreatív projekteken, mint például rajzfilmkészítés, plakátkészítés. A legfontosabb az angol tudás volt, mivel senki nem tudott magyarul, ezért kénytelenek voltunk angolul beszélni más diákokkal, és ugye a szobánkban is három szlovák lány volt, akik csak angolul tudtak, és tudtuk velünk kommunikálni. A tanárok elmondták, mind a négy program sikeresen fut az iskolában, de évről évre igyekeznek több tanulót bevonni. Hétvégén rendezte a Janus Pannonius Mézlovagrend a Szent Ambrus napi fesztivált. A méhészek fáklyás felvonulással, valamint mézkóstoltatással és szenteléssel várták az érdeklődőket. A Kossuth téren egész hétvégén többek között Baranya megye mézét is megtalálhatta bárki, aki ellátogatott a fesztiválra. Nagy Dezső pécsi méhész akácmézelet Baranya megye méze 2018-ban. Többek között ezt is megkóstolhatták és megvásárolhatták az érdeklődők a Szent Ambrus napi fesztiválon a Kossuth téren. Jól időzítettem a pörgetés időpontját, tehát hogy egészen tiszta akácmézet sikerült pörgetni. Nagyon szép fedett méz volt, ez azt jelenti, hogy a méhek megfelelően besűrítették, nagyon sűrű, és ezért érdemelte ki ez az első helyet. 5 évvel ezelőtt kezdtem el, egy méhész mellett elkezdtem dolgozni, igazából érdekelt ez a szakma, és a tanáraim azt javasolták, hogy ne kezdjek egyből bele, nem menjek el egy tapasztalt kollégához gyakorolni, és igazából megfogadtam a tanácsukat. Szent Ambrus a középkorban vált a méhészek és mézes kalácsosok patrónusává. A nap inkább a méhészetről szól, mint a szent ünnepléséről. Régebben a méz volt a legelterjedtebb édesítőszer, ezért volt fontos, hogy kellő mennyiségben álljon rendelkezésre. Mivel a méz ma is a karácsonyi ünnepkör ételeinek egyik fő ízesítője, ilyenkor Szent Ambrus napján tisztelik meg a mézes mesterség követőit az ünnepnappal. Én már 19 év óta méhészkedem, egy barátom kért meg, hogy segítsek neki a méhek vándorlásánál, és utána többször elmentem hozzá, és megmutatta, hogyan kell szétszedni egy kaptárat, hogy hordják a méhek a mézet, hogy kell ezeket a felszereléseket kezelni, a kereteket megcsinálni. És így ezt megtetszett, és vettem két családot, és akkor így fölfejlesztettem, most 60-70 családdal dolgozom. A tavaly évben az országos versenyen a hársmézem és a vadvirágmézem lett bronzfokozatú, és az idei versenyen az édeskömény mézem az ezüstfokozatú, és a mecseki vegyes zengővárkonyból az pedig bronzfokozatú. A Janus Pannonius mézlovagrendet 2015-ben alapították, melynek feladata a Baranyában termelt méz, valamint a megye méhállományának és a virágoknak a védelme. Hazánkban összesen 11 mézlovagrend van. A Baranya megyei önkormányzatnak van egy határon átnyúló úgynevezett B2B projektje, amelynek a méhészek, akik tulajdonképpen itt most részt vesznek, árulnak, értékesítenek, a kedvezményezettjei. A Mecseki Mézes Körút Egyesület keretében vagyunk mi itt részben, egyesület részben pedig külsős méhésztagok. A lényeg az, hogy nekünk is lehetőségünk volt Virovitican verőcén mézkóstoltatásra, ugyanígy a horvát méz kollégáknak is most itt lehetőségük volt mézet kóstolni. Ez a rendezvény, ez a kétnapos rendezvény, ebből a projektből valósult meg. A Janus Pannonius mézlovagrend tagjainak száma hétvégén egyel bővült, hiszen a Szent Ambrus napi fesztiválon avattak egy új lovagot. Vér Ferenc 60 éve méhészkedik, de a családjában senki sem szeretné folytatni ezt a mesterséget, így ha arra kerül a sor, elajándékozza a méheket. Egy nagy megtiszteltetés, az elmúlt éveknek a gyümölcse most érik be. Tudnélik, 60 éve méhészkedek. És hát úgy tűnik, hogy ezt a feladatot, amit én a méhészet iránt tettem, ezt az eredményt, ezt értékelik. Ugye annak idején, ugye, mikor még a méhészet
egyszerűbb volt, mint ma. Könnyebb volt méhészkedni, nem volt atka, nem volt ilyen mérgezések, nem voltak ilyen hatalmas nagy méhvesztességek. Tehát egyszerű volt méhészkedni, de viszont annak idején is a feladat nem volt kevés. A mézlovagrenden belül mindenkinek megvan a maga feladata. Valaki csak lovag, de van többek között nagymester, zászlóvivő és méh királynő is. A Szent Ambrus napi fesztiválon volt mézkóstolás, fáklyás felvonulás, sőt, még mézszentelés is. A Szeretett Várbaptista gyülekezet székházában idén összesen 1200 névre szóló cipős dobozt készítenek a rászoruló gyerekeknek, családoknak. A baptista fenntartású Széchenyi István gimnázium tanulói és pedagógusai 294 csomagot visznek el személyesen egy pécsi óvodába, valamint a Harkányi és a Siklós Nagyfalui általános iskolába. Édesség, játék, sapka, színező, kisautó. Még készülnek a cipős dobozok, de már szállítják is azokat a rászoruló gyerekeknek. A Szeretett Várbaptista gyülekezet imaházában járunk, de ez most inkább egy raktárhoz hasonlít. Ide hozzák ugyanis a gyűjtőpontokon, a cégeknél és a baptista fenntartású intézményekben összegyűlt ajándékokat. Idén összesen 1200 cipős dobozt készítenek itt. Sok érkezik Pécsről, a gyűjtőhelyekről, legtöbb onnan. Tehát így a Széchenyi gimnázium sokat, most várunk a Cserepka iskolából és gimnáziumból, a uránvárosi DMS-ek, ők nagyon lelkesen, az AB Egontól, Haunitól, akik így hirtelen, de még több helyről jön ilyen. Ja, a Frey Café, ők nagyon lelkesen vesznek részt mindig a gyűjtésbe, tehát az egy ilyen gyűjtőpont, és akkor mindig felhívnak minket, hogy mehetünk, vagy van, aki ide tudja szállítani. Darányi, tehát a nagyon szegény körzetekbe, itt például a Darányba, 8 óvodába készítettük így elő a csomagokat, Sejére az iskolába, illetve a családsegítőnek. Ezek mellé ruhaadomány is kerül, Patapoklosi önkormányzatnak, Cserdi községnek, most fogjuk készíteni a csomagokat, Oldra, ezek mind név szerint készülnek, Újvárfalva, Marócsa, Bázsnok, most így hirtelen, ami, és Lengyel, ott szintén ilyen családsegítőn, tehát mindig van közvetlen kapcsolatunk vagy óvónőkkel, vagy családsegítőkkel, hogy egy kicsit tudjuk kontrollálni, hogy hova kerül és hogyan. A pécsi Széchenyi István gimnázium fenntartója 2012 óta a baptista szeretett szolgálat. Az intézmény azóta aktívan részt vesz a cipős doboz akcióban. A tanulók hetek óta gyűjtötték az ajándékokat. Én egy-két hónapja hallottam el az egész cipős doboz akcióról, és akkor avattak be, hogy mi lenne, hogyha elmennék segíteni, akár hozni bele cuccokat, vagy elvinni kocsival az ajándékokat. És én direkt jelentkeztem, hogy én el szeretném vinni az ajándékokat a gyerekeknek, mert én szeretem azt látni, hogy odaadjuk nekik az ajándékokat, és látni az arcukon az boldogságot, amikor átadjuk. És igazából az egész miatt jelentkeztem, hogy tudjak adni nekik az egész érzés miatt. Igazából próbáltam minél úgy összeállítani, hogy legyen a picit nagyobb gyerekeknek, fiúknak, lányoknak, kisebbeknek is, hogy tudjanak válogatni, és hogy mi is tudjunk válogatni, hogy ne csak egy kaptafára menjen minden, és picit változatosabbat belerakni. Leginkább én ruhákat hoztam, de vannak benne játékok, meg mindenféle, amit egy gyerek élvezhetne a karácsonykor, szóval nagyon sok mindent hoztunk nekik. Idén összesen 294 cipős dobozt készítettek az iskola tanulói és pedagógusai. A Szeretett Várral együtt kaptunk lehetőségeket, hogy hova szeretnénk készíteni ilyen csomagokat, és a Varga Damján úti óvodának készítettünk, a Harkányi általános iskolának, illetve a Siklós Nagyfalusi általános iskolának készítettünk névre szóló csomagokat. Próbáltunk egységes csomagokat készíteni, amiben ruhaneműt tettünk, édességeket, játékokat, könyveket, társas játékokat. A Harkányi általános iskolában idősebb diákok is vannak, őnek itt próbáltunk parfümöket, tusfürdőket, ilyen érdekes lányoknak karkötőket, ékszereket gyűjteni, és olyan dolgokat
dolgokat, aminek örülhetnek. Kimondottan rászorul a hátrányos helyzetű gyerekekről van szó, tehát őnekik készítettük a csomagjainkat. És a Varga Damján úti óvodának, vagyis hát az óvoda vezetője megkért minket, hogy több olyan család is van, akik leginkább hátrányos helyzetűek, őnekik pedig családi csomagokat készítettünk, tartós élelmiszerekből, ilyen extra élelmiszerekből, tehát mogyorókrémet, szaloncukrot tettünk nekik, vagy ananászkonzervet, tehát olyan dolgokat, amit úgy gondoljuk, hogy karácsonykor kicsit föl tudjuk dobni az ő karácsonyukat. Kedden az elkészült csomagok egy részét a diákok és a pedagógusok személyesen vitték el a Siklós Nagyfalui Általános Iskolába, ahol már nagyon várták a gyerekek az ajándékokat. Bikalon is nagyon várják már a karácsonyt. December 15-én a község apraja nagyja részt vett a szervezésben, a lebonyolításban, sőt, szerepeltek a produkciókban is. Az adventi vásárt és a pásztorjátékot a Bikali Német Nemzetiségi Önkormányzat és a Faluvédő és Szépítő Egyesület szervezte. Hangulatos adventi vásári forgatag fogadta a Bikarra látogatókat szombaton. Az egésznapos programot egy pásztorjáték zárta, amit a község lakóiból alakult amatőr színjátszó csoport adott elő. A Faluvédő és Szépítő Egyesület 1998-ban jött létre, de 2012 óta egyre aktívabb. A kezdeti 12 főről 25-re nőtt tagjai száma. Idén úgy terveztük, hogy van a falu központjában egy koszorú állítás, azt is mi csináltuk, már az is évek óta mindig felállításra kerül, és ott fogunk egy műsort, egy pásztorjátékot előadni, és egy gyertyát meggyújtunk ünnepélyes keretek között. A tök nap az annyira jól sikerült, egy ilyen ad-hoc szervezéssel felnőttek, szerepeltek, azelőtt mindig gyerekek adtak műsort a tök napunkon, és akkor valahogy úgy alakult, hogy felnőttek körébe elkezdtük szervezni, és az egy hívószóra vagyunk 18-an, akik szereplünk. Köszönjük kedves ajándékotokat, jó pásztorok! A karácsonyi ünnepnek már régóta része a dramatikus betlehemes játék. Ezt eredetileg a templomokban vagy azok előtt adták elő. Bikalon a község adventi koszorúja volt a pásztorjáték helyszíne. A szereplők Jézus születésének fontosabb eseményeit mutatták be a Biblia alapján. Ez egy evangélikus pásztorjáték, de hát megtűzeltük közismert egyházi dalokkal, és egy lelkes kis csapat van a faluban, akikkel már a tökös napon készítettünk egy műsort, és most önként jelentkeztek ismét ugyanerre a feladatra, és tehát reméljük, hogy sikerült úgy összeállítanunk a műsort, hogy örömet tudunk okozni a közönségünknek. Körülbelül egy hónappal ezelőtt kezdtük el, tehát interneten és egyéb helyeken szedtem össze az anyagot, és összeállítottam egy kicsit helyre adaptálva. A dalokat kiválogattuk hozzá, és egy hónapja kezdtünk el körülbelül próbálni. Először az iskolába, szövegpróbával, énekpróbával, és most már két hete itt a helyszínen, a parkban, a hidegben próbálunk esténként, de nagyon-nagyon lelkes a csapat, mindannyian itt voltak, együtt énekeltünk, fagyoskodtunk próbák alatt, hát remélem, hogy jól fog sikerülni. Csillag ragyog égi réten, a jászolban fekszik szépen, rongypójával betakarva. A Bikali pásztorjáték a hagyományokhoz híven József és Mária szállás keresésével kezdődött, és a játék bemutatta az emberek kemény szívűségét is. Fontos szereplők voltak a három királyok. Ragaszkodunk a szöveghez, amiben benne van természetesen versek, énekek, nagyon sok szép dologgal van tűzdelve. Meg kell hallgatni, és akkor majd meg lehet látni, hogy milyen szép. Hát készültünk rá már 3 hete, úgyhogy nagyon szépen összejöttünk, mindenki első szóra jött, jól érezzük magunkat a próbák alatt is, most majd meglátjuk, hogy más is jól érzi magát. Ez volt erre a hétre a Központ közéleti magazinunk. Karácsony másnapján találkozunk, szép ünnepet kívánunk addig is, viszontlátásra!